Szerinted Robi hol van? Nem tudom, hol Robi hol van. Mindig elkésik, mindig elmegy Kolozsvárra. Nem, Kolozsvárra művészkedik valamit. Mindig befut csak úgy a szerepbe. És nem tudja, hogy mit kell csinálni. Néha előfordul, hogy figyelmeztetni kell, de nagyon jó helyzetben jön. Igen. Lepjük meg ma? Lepjük meg. Mi próba? Ne mondjuk meg neki, mit kell csinálni. Az új változtatások a főuraknál. Ma lovag lesz. Ma sztár lesz, meg egyedül lesz. Hey, 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 fiúk! Van változás, bocsi, szevasztok! De mi a változás? Mindig lemaradok róla. Nem mondjuk el ma neked. De kérlek szépen, az olyan nehéz, amikor utána kell menni a történetnek. Szeretem minden egyes szándékot, amit véghez visznek a színpadon, csak valamit én is tudjam belőle. Találd fel magadat, mert hogy szerepben vagy. Nem egy egyszerű, tegyél háromfejű szerepben. Amúgy hol voltál? Te, hazamentem, volt 2 darab előadásom, és azokat valahogy csak úgy tudtuk összehozni, hogyha én innen meglógok. Tehát most ti tartottátok Kessük nekem a frontot. Ti tartottátok nekem a frontot, úgyhogy én most rátok vagyok teljes mértékben utalva, és ha valamit nagyon elszúrok, ti lesztek a felelősök. Nagyon leszeltek. Egyébként milyen volt a tegnapi próbának a hangulata? Egész jó. Kicsit hiányoztatok, megmondom őszintén, ez a háromfejűség most már annyira beleívódott az elmúlt egy-két hétben. Kipróbáltuk Lacival is. Vérembe. Lacival is kipróbáltuk, és egész jó ment, egész jó. Hát jól működik, ez egy ilyen Jolly Joker történet, mert hogyha itt valami történik, és különben is összecserélhető a társaság, akkor ennek működnie kell így is, úgy is. Mindenki, mindenkivel. Én ezt úgy fogom fel, hogy ez egy szereplő. Alpár folyóson az egyik jelenetből kijön, és azt mondja, na ez nem volt jó. De aztán úgy elhatároztunk, mert hogy úgy éreztük, hogy mindenki az egyéni érdekeit. Laci erre azt mondja, hogy de igazából a magyar fiúrok mindenki a saját maga malmára hajtja. Tehát akkor lényegében összben, összhatásban a kép az jó volt. De ezt kiegészítve, tudod, mitől érdekes az egész, hogy amikor valami történik a színpadon, ugye van elég sok improvizatív dolog, mert tehát mindent nem lehet lefixálni minden másodpercét egy jelenetnek. Azon kapom magam rajta, hogy látom, hogy ki mit csinál közületek, és arra jövök rá, hogy ezt nekem is milyen jó lett volna megcsinálni. És ettől működik szerintem jól a figura, vagy ettől működik a történet, mert hogy ez egy három, én legalábbis így fogom fel, hogy ez egy háromfejű történet, ugyanaz a figura, három különböző arccal. Vannak ezek a kétarcú, háromarcú görög istenségek, nem tudom, tehát különböző arcát mutatja meg, és én ezt az egészet így fogom fel.